Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek benneteket ismét a csatornámon. Most egy bordós sminket hoztam nektek, mondhatnám, hogy egy őszi smink, de egyébként nem kifejezetten őszi smink, viszont most ősz van. Hurrá! Én nagyon örülök neki, mert végre hűvösebb van, elő lehet venni a jó kis meleg pulcsikat, tök jó feelinge van, hogy otthon beülünk egy meleg kávéval filmet nézni, betakarózva. Imádom az őszt. Kommenteljetek, ha ti is szeretitek az őszt, és nem döpisztek, mert elmúlt a nyár. Illetve, amit el akartam nektek mesélni, hogy kaptam majd nagyon cuki csomagot a postán, mégpedig az októberi glamourt, aminek nagyon-nagyon örülök, hiszen rengeteg kupon jár most ugye az októberi glamourhoz, amit majd fel tudunk használni október 12-től 15-ig, és arra gondoltam, hogy csinálok egy olyan videót, amiben bemutatom, hogy én milyen kuponokat szoktam felhasználni a glamour napok alkalmával, mi az, amit szerintem megéri, és hogy milyen dekorkozmetikai termékeken tudtok a leginkább spórolni, és melyek azok, amelyeket megéri ilyenkor tényleg megvenni. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, hogy kíváncsiak lennétek egy ilyen videóra, akkor írjátok meg nekem, és elkészítem. De lehet, hogy amúgy is elkészítem, és felrakom, és akit érdekel, majd megnézi. Úgyhogy indulhat is lassan majd a kuponvadáztatás. Nyáron nagyon-nagyon keveset jelentkeztem be, sajnos ez egy ilyen nagyon elfoglalt nyár volt, nagyon hamar eltelt, mégpedig azért, mert sokat dolgoztam, és nem a megszokott munkám volt, hanem én május környékén ott hagytam a régi irodai munkámat, és tesóm nyitott egy kézműves burgerezőt, ahol elkezdtem dolgozni, hogy segítsek neki, és tulajdonképpen részt veszek a mindennapi munkában, a háttértevékenységekben is, és hát ez elég sok időt elvesz az embertől. Úgyhogy tényleg ezzel telt a nyaram, tanultam, nyelvvizsgára készülök, ez még most is tart, de most hoztam nektek egy sminket, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem, és készítsük el együtt, ha tetszett, akkor pedig találkozunk legközelebb is. Köszi, hogy velem voltatok, sziasztok! Az alapozást és a szemöldökömet már előre elkészítettem, a termékeket láthatjátok, de egyébként név szerint is megtaláljátok őket az infoboxban. Az ajkaimat egyszerű labellóval hidratáltam, majd az LA Girl Pro Conceal kontúrját használtam, hogy legyen egy kis élet lehelve az arcomba, ugyanis elég sápadt szoktam lenni, de jó, hogy a sminkelet is meg lehet oldani. No, we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am. A sok hetes kialvatlanság nyomait világos korrektorral igyekeztem eltüntetni, amelyhez a MAC Prolongwear korrektorát használtam, szerintem ez a legjobb, hogyha nincs kiszáradva túlzottan a bőrötök. Ezt a kedvenc Studio Fix púderemmel fixáltam. Bronzosítóként a Kiko Matte bronzosítóját használtam. Nagyon szeretem ezt a terméket, mert olyan kis természetes hatást tudok vele elérni, és nem ez a túlzott barnítás látszik az arcomon. Természetesen mélyidő sem maradt ki, úgyhogy highlightert is használtam, amit fölkentem a szokásos helyekre, és szokásosan nem is látszik szerintem a videóban belőle semmi. Beszereztem a MAC Painterly Paint pottyát, ami egy szuper termék, úgyhogy most ezt használtam bázisként a szemhéjamon. A színek 90%-át ez az Anastasia Beverly Hills paletta adta. Az első színünk egy ilyen világos májves szín volt, amit a mozgó szemhéjam egész területére vittem föl satírozva.
Ezt követte ez az enyhén csillogós, rezes, bordós szín, amit a személyem külső területétől indulva egészen körülbelül a középső részig vittem föl. A szemöldök csontomra ezt a világos tempera nevű árnyalatot használtam. Ezt a csodaszép pezsgő színű árnyalatot a belső szemzugtól indulva a középső területig vittem föl. Ezt a matt barna árnyalatot használtam a külső szemzugnál, hogy mélyítsem a korábban használt rezes színt. Majd pedig az alsó szempillák tövébe is ez a szín került. Fekete szemcsőzával az alsó és felső vízvonalakat is kihúztam, majd pedig a felső szempillák tövébe is használtam a szemcsőzát, úgy, mintha szemhéjtust használnék. Ezzel a fekete szemhéjpúderrel pedig fixáltam a tusvonalat, ami tulajdonképpen ceruzával készült. A pilláimon a Maybelline Lash Sensational spirálját alkalmaztam. Ez az egyik kedvenc drogériás spirálom, szerintem próbáljátok ki. Három-négy ajakkence után végül megtaláltam a megfelelőt, ami egy Rimmel London rúzs lett. És íme a kész smink. Köszönöm, hogy velem voltatok. Találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! I don't ever want to leave.